Drahí priatelia, vítame vás pri našom dnešnom online vysielaní. Po mojej pravici sedí host, s ktorým budeme rozoberať rôzne témy. Dnešná prvá téma bude o modlitbe. Mojím dnešným hosťom je Jozef Náď, ktorý je kazateľ z Budapešti, z Maďarska, evangelista, veľký Boží muž. Jozef, vítam ťa medzi nami. Aký je cieľ tvojej návštevy dneska? Üdvözlöm a kedves TV nézőket. A ja by som chcel pozdraviť všetkých poslucháčov alebo tých, čo nás sledujete. Már nagyszerű összejövetelen túl vagyunk, ahol többen befogadták Jézust a szívükbe. Už máme jedno skvelé zhromaždenie za sebou, kde mnohí prijali Pána do svojho srdca. Imádkoztunk a végén a szükségbe levőkért, betegekért is, és sokakat a Szentlélek megérintett. Modlili sme sa na konci aj za tých, ktorí mali nejakú núdzu, potrebu a mnohých sa Duch Svätý dotýkal. Ezen a riporton keresztül szeretnénk Isten országának az örömhírét is eljutatni mindazokhoz, akik hallgatják. Aj skrze tento report, toto video by sme chceli doniesť Božie slovo všetkým tým, ktorí nás teraz pozerajú. Téma dnešného videa bude veľmi jednoduchá a zároveň aj veľmi zložitá. Témou bude modlitba a ja sa opýtam takú jednu veľmi jednoduchú otázku. Čo je to modlitba? A imádkozás Istenne való komunikáció. Modlitba je komunikácia s Bohom. És nagyon fontos, hogy Isten segítségül lehet hívni, tehát nincs elválasztva az embertől. A je veľmi dôležité, že Boha je možno na ňoho zavolať a pýtať si od neho pomoc. Az imádkozás által tudunk olyan mennyei energiát kapni Istentől, ami segít, hogy a problémákból ki tudjunk lábalni. Pretože nie sme od Boha oddelení a vďaka tomu, že s ním vieme komunikovať, tak dokážeme získať takú silu, ktorú potrebujeme na prekonanie našich problémov. Jézus a Mark 11-ben mondja. V Markovi 11 Ježiš hovorí. Legyen bennünk Istennek a hite. Aby v nás bola Božia viera. És ott egy olyan történet van leírva. A je tam napísaný jeden taký príbeh. Amikor Jézus jön a tanítványaival. Že keď Ježiš prichádza so svojimi učeníkmi. Ez a kivégzés előtti napokban történik. Stalo sa to pár dní predtým, než ho ukrižovali. Elmennek egy fügefa mellett. Idú popri jednom fígovníku. És szeretne enni a fügéről Jézus. A Ježiš by chcel zjesť nejaké figy z toho stromu. De amikor oda megy, nem volt a fügefán füge. Ale keď k nemu prišiel, neboli na ňom figy. Akkor megátkozta ezt a fügefát. A preklial Ježiš tento strom. És azt mondta, hogy ne egyen róla, soha többet gyümölcsöt senki. A povedal, že nech už nikdy z teba nikto viac nech nie je žiadne ovocie. Elmentek haza a tanítványok. Učeníci aj s Ježišom odišli domov. Jézus is. A Ježiš. Aludtak egy éjszakát. Vyspali sa dobre. Másnap reggel mentek vissza a templomba imára. Na druhý deň išli s tou istou cestou naspäť do chrámu sa modliť. És útközben látták, hogy ki van száradva ez a fügefa. A po ceste videli, že je vyschnutý ten figovník, ktorý Ježiš predošlý deň preklial. Monta Péter, hogy nézd, ez a fügefa kiszáradt, amit megátkoztál. A Peter vraví Ježišovi, že pozri, a tento strom, ktorý si preklial, do rána vyschol. Jézus azt mondta, legyen bennetek Istennek a hite. A Ježiš mu povedal, nech je vo vás Božia viera. Már olyan pici hitetek van, mint egy mustármag. Lebo ak budete mať tak malú vieru ako horčičné semeno. És azt mondjátok ennek a hegynek, hogy essen a tengerbe. A poviete tomuto vrchu, aby padol do mora. Akkor bele fog esni. Tak doňho padne. Tehát abból a hitből kell nekünk. Čiže z tej viery. Ami Istenben van. Musíme my čerpať, ktorá je v Bohu. De ezt odatta nekünk Jézus. Ale Ježiš nám toto umožnil, dal. És elgondolkoztam azon. A rozmýšľal som viackrát nad tým. Hogy ott leírja a Biblia egy kis megjegyzést. Že tam Biblia hovorí v drobným písmom, nem volt a füge érésnek ideje. Že nebolo v tom čase čas pre ovocie. Hát Jézusnak is tudnia kellett. A toto aj Ježiš určite vedel. Nem volt még itt az ideje. Lebo ešte nebol ten čas. Hogy a füge termést hozzon. Aby prinášal aj figovník ovocie. De mégis megátkozta Jézus. Ale predsa Ježiš preklial ten strom. És kiszáradt gyökerestől. A úplne vyschol až do koreňa. Mire akar tanítani minket? Čiže čím nás, čo nás chce naučiť? Lehet, hogy vannak olyan dolgok, možno sú také veci, aminek még nincs itt az ideje. Ktoré tu ešte nemajú svoj čas. De Isten fia szeretné azt a dolgot. Ale Boží duch, Boží syn by chcel tieto veci vidieť už teraz. Minden őre nézve lett teremtve. Keďže všetko bolo stvorené skrze neho. Ennek a fügefának. A aj tento figovník. Kellett volna soron kívül gyümölcsöt teremnie. Mal
mimo svojej doby priniesť ovocie. Abba pillanatba. V tom momente. Hogy Jézus elkezdett közelíteni felé. Ako Ježiš začal prichádzať k nej. Pedig nem volt itt az ideje. Hoci nemal svoj čas. De lehetett volna neki. Ale mohol mať. Mert Jézus akart volna enni róla. Lebo Ježiš chcel jesť z neho. Ez egy furcsa elképzelésnek tűnik. Možno na prvý pohľad sa to zdá troška divné. De ez egy olyan dolog, ami megtörténetett volna. Ale toto je vec, ktorá sa mohla udiať. Igazából mi to mennybe fogjuk megtudni. Skutočne si to zistíme v nebi. Hogy is volt ez? Že ako to vlastne bolo. De egy biztos. Ale jedna vec je istá. Hogy amikor a tanítványok csodálkoztak. Že keď sa učeníci čudovali, hogy reggelre kiszárad gyökeres. Ako je možné, že do rána vyschol úplne až do koreňa? Nagyon nagy erő van Isten fiának a szavában. V slove Ježiša, Božieho syna, je veľká sila. És van olyan, ami legtöbbször épít a szavával Isten. A drvivou väčšinou Boh buduje svojim slovom. De van, amikor rombol. Ale niekedy aj búra. És ebben az esetben rombolás volt. V tomto konkrétnom príklade to bolo búranie. Mondja az ige. A písmo hovorí, Jézus azért jött, že Ježiš prišiel preto, zördög minden munkáját lerombolja. Aby všetku prácu diablovú zničil. Vede rákos sejtet is. Ako aj rakovinotvorné bunky. Le akar rombolni. Chce ich zničiť. Az meg lehet átkozni. To sa dá prekliať. Mert az nem, hogy gyümölcsöt nem terem. Lebo to nie, že neprináša ovocie. Az egészséges testet fölbomlasz. Ale naopak a zdravé telo rozklada. Hát akkor az száradjon le az a rákos sejtet. Tak nech tieto bunky odomru. Ne tudja fölemészteni az egészséges szervezet. Aby nedokázali zničiť zdravý organizmus. És nekünk kell legyen olyan hitünk. A my musíme mať takú vieru. Mint ami Istennek van. Ktorú má Boh. És abból egy mustármagni. A z tej viery. A hegyet is el tud mozdítani. Len ako horčičné zrno dokáže pohnúť horou. Nyilván nem az az Isten terve. Očividne nie, to je Boží plán. Hogy a szlovák testvérek nagy hittel. Aby slovenskí bratia s veľkou vierou. Átrendezzék itt a Tátrát. A preorganizovali tu Tatry. Ezeket a jó kis hegyeket. Tieto dobré kopce, ktoré tu máte. Nem ilyen hegyeket kell átrendezni. Čiže nie takéto hory máme prenášať. Nagy betegség hegyeket. Ale veľké choroby, ktoré to reprezentujú. Veľké kopce rodinných problémov. Probléma hegyeket. Hory problémov. Ezeket kell átrendezni. Tieto treba zničiť. Legyen bennünk Istennek a hite. A musíme mať aj my v sebe Božiu vieru. Még egy fontos dolgot mondott Jézus. A ešte jednu dôležitú vec Ježiš povedal. A megbocsájtásról. O uzdravení. Hogy amikor megállotok imádkozni. Že keď sa zastavíte, aby ste sa modlili. Akkor megbocsássatok. Tak, aby ste odpustili. Mert ha ti meg nem bocsájtotok. Lebo ak neodpustíte. Nektek sem bocsájt meg a mennyei atya. Ani vám neodpustí váš nebeský otec. Tehát a imádkozás nagyon fontos dolog. Že modlitba je veľmi dôležitá vec. Kell, hogy nem nehéz szívvel kell imádkoznunk. Ale nemôžeme sa modliť s ťažkým srdcom. Közben másokra neheztelve. Že pritom sme zahorknutí voči iným. Sebeket hordozva magunkban. Nosíme v sebe rany. Hanem meg kell tudnunk bocsájtani. Ale musíme vedieť odpustiť. És vannak jogos sérelmek is. A sú samozrejme aj také fájdalmak. A také bolesti, spôsobené ľuďmi, ktoré sme získali od nejakých iných ľudí. Ha megbocsájtasz valakinek, a ak odpustíš niekomu, az nem azt jelenti, to neznamená to, hogy neki van igaza, že on má pravdu. Nem azt jelenti, ale znamená to, hogy te elengeded azt, že ty púšťaš és nem neheztelsz rá többet. A nie si na ňo zahoroknutý. Nem úgy, a nie tak, hogy én megbocsájtok, že ja odpustím, de nem felejtek. Ale nezabudnem. Hát ha Isteni bocsájtana meg neked, ak by ti Boh takto odpúšťal, hogy megbocsájt, že ti odpustí, de nem felejtél, amit csináltál, ale nezabudne, že čo zle si spravil, rosszul járnál, tak by si veľmi zle dopadol. Ezért nekünk úgy kell megbocsájtani, preto my musíme tak odpúšťať, hogy megbocsájt nekünk, ako aj Boh odpúšťa nám, hogy bocsájt meg, a ako nám odpúšťa, tenger mélyre dobja, že hádže do hlbiny, všetky naše previnenia, a nikdy viac, nem emlékezik sa na nich ani nerozpomenie. Tehát ha megállsz imádkozni, čiže keď sa zastavíš, aby si sa modlil, vizsgáld meg a szívedet, tak študuj najprv svoje srdce, a szívedben, že či nosíš vo svojom srdci horkosť, fájdalmat, bolesť valamely embertársaddal voči szemben. Svojmu nejakému blížnemu. Mert ha azt akarod, pretože ak chceš, hogy a hitet hegyeket mozdítson, aby tvoja viera prenášala hory, akkor Isten hite kell, hogy legyen tak benne. Potrebuješ mať Božiu vieru v sebe. És amikor megállsz imádkozni, a keď sa zastavíš modliť sa, akkor nem szabad, hogy meg nem bocsájtás legyen benned. Tak nesmieš mať vo svojom srdci neodpustenie. És a másik, a ďalšia vec, hogy amit könyörgésedben kérsz, že čo prosíš, keď sa modlíš, az hidd el,
tak to uver, hogy meg is történik. Že aj získa, že sa stane. Olyan meggyőződéssel imádkozzál, aby si sa modlil s takým presvedčením, hogy el is hiszed, že aj veríš, hogy az megtörtént, že to sa stane, amir imádkoztál, za čo si sa modlil. Hogy meg is bocsájtottál, a že keď si odpustil, akkor hegyeket mozító hited lesz. Tak budeš mať vieru, ktorá bude prenášať tieto hory. Imád hatékony lesz. A tvoja modlitba bude účinná. Az imának nagyon sok formája van. Modlitba má mnoho foriem. És erről sokat lehetne beszélni. A o tom by sa dalo dlho rozprávať. Nagyon fontos, hogy nyelveken szólva való imádkozás. Je veľmi dôležitá modlitba v jazykoch. Amikor nem tudod, hogy miért imádkozzál. Keď nevieš, za čo sa máš modliť. Nagyon nyomás van rajtad. Lebo je na tebe taký tlak. Teher. Taký útlak. Nem is tudod, hogy hogyan is kezdjél hozzá. Taká ťažká vec, ktorú ani nevieš, ako s ňou začať robiť. Akkor érdemes vagy igéket megvallani. Tak je dobré vyslovovať zaslúbenia. Vagy mennyi nyelveken imádkozni. Alebo sa modliť v jazykoch. Mert a Szent Lélek a segítségedre siet. Lebo Duch Svätý príde na tvoju pomoc. A Róma 8-ban mondja az ige. V Rímanoch 8 hovorí písmo. Annak a szelleme lakik bennetek. Že keď prebýva vo vás ten duch, Jézus föltámasztotta a halálból, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, megelevenítieti halandó testeteket, a oživuje vaše mŕtve telo, bennetek lakozó Szent Szellem által. Skrze Ducha Svätého, ktoré prebýva vo vás. Mert amint kérnünk kellene, nem tudjuk. Pretože ako by sme mali si niečo prosiť, nevieme. Ja, Szent Szellem esedezik mérettől. Ale Duch Svätý sa za nás prihovára u Otca. Kimondhatatlan fohászkodással. A prosí u Boha ukrutne alebo veľmi silno. És Isten szerint könyörög a szentekért. A on prosí Boha takým spôsobom, ako sa to Bohu ľúbi. Tehát, hogyha nem is tudod, hogy miért imádkozzál. Čiže ak nevieš, za čo sa máš modliť. Kezdjen mennyi nyelveken imádkozol. Začni sa modliť v jazykoch. Kezdjen mennyi nyelveken imádkozol. A počas toho, ako sa modlíš, Szent Lélek pont olyan imát fog adni a szádra. Duch Svätý bude ti dávať do úst takú modlitbu, amire neked szükséged. Ktorú ty práve v tom momente potrebuješ. Alebo nejakému inému bratovi. Egy kis apró bizonságot elmondanék ezzel kapcsolatban. Možno by som povedal drobné svedectvo. Megtérésem után nem sokkal. A nie krátko potom, ako som sa obrátil. Kizártam magamat a kocsimból. Som sa vymkol zo svojho auta. Budapest egy forgalmas utcájába. A v jednej veľmi frekventovanej budapeštianskej uličke. És nem tudtam, hogy nyissam ki a kocsimat. A nevedel som, ako mám dvere otvoriť. Eszembe jutott ez az ige. A napadlo ma toto slovo. Nyelveken imádkozzak. Aby som sa modlil v jazykoch. Szent Lélek esedezik értem. A Duch Svätý za mňa bude prosiť Otca. Hogy mit csináljak. A ukáže mi, že čo mám robiť. Szólt a Szent Lélek a ilyen sugot nekem egy kicsit. A Duch Svätý mi troška zašepkal niečo do ucha. Ahhoz az emberhez menjek oda kirakat előtt. Aby som išiel za tým človekom, ktorý stojí pred tým výkladom. Tőle kérem a kocsi kulcsát. A aby som si vypýtal jeho kľúče od auta. Oda mentem hozzá. Prišiel som k nemu. Elnézést kértem. A ospravedlnil som sa mu. Oda tudná adni a kocsi kulcsát. Že či by mi vedel požičať svoje kľúče od auta. Sonto, hogy odaadja, de honnan tudom, hogy nála van. A vraví, že požičia mi, ale odkiaľ viem, že ich má. Gyalog jött otthonról, lebo on prišiel pešo z domu, benne felejtett a kabátjába, len si zabudol kľúče od auta vo svojom vrecku. Nem mondtam, hogy a Szent Lélek szólt nekem, hogy kérjem el tőle. Nevravel som mu, že Duch Svätý mi ukázal, aby som si od neho vypýtal, len som si ich vypýtal. Beletettem a kocsimba. A strčil som ich do dverí, otvoril som. Visszaadtam neki. Vrátil som mu ich. És elmentem a kocsimmal. A odišiel som so vlastným autom. Hálát adtam Istennek. A ďakoval som Bohu. Hogy ilyen kis dologba is meghallgatott. Že aj v takejto malej veci 2 millió ember lakik Budapesten. A 2 millióni ľudí bývajú v Budapešti. Egyhez küldött oda a Szent Lélek. K jednému ma Duch Svätý poslal. Annak az egynek a kulcsa kinyitotta az én kis. A jeho kľúče vy otvorili moje auto. Mi ebből a tanúság? Čo som sa tam naučil? Az imádkozás. Modlitba. Az kulcskérdés. Je kľúčová vec. Ako si zamilovať modlitbu? Je veľa ľudí, ktorí pri predstave, že sa majú modliť, by radšej robili čokoľvek iné, len nie konkrétne ten úkon modliť sa. Ako sa dostať do takého stavu, že modlitba bude pre človeka zážitkom? Hát el kell kezdeni csinálni. Treba za to začať robiť. Evés közben meg az étvágy. A počas a s jedlom prichádza chuť, sa hovorí. Imádkozás közbe. A počas modlitby prichádza inšpirácia na modlitbu. És jó dolog Istennel beszélgetni. A je dobrá vec s Bohom sa rozprávať. Sok ember azért nem tud jól imádkozni. Mnoho ľudí sa preto nevie dobre modliť. Mert rossz volt a apukájával a viszonya. Lebo mal zlý vzťah so svojím otcom. És sokszor kivetíti az ember. A mnohokrát si to človek predstavuje. Az apukájával való kapcsolatát. A ako svoj az Istennel való kapcsolatra. So svojím otcom, že taký bude aj vzťah s Bohom. Sok ember nem törődtek a szülei. Lebo s mnohými ľuďmi sa jeho rodičia nezaoberali. Nedávali na ňo pozor. Még akkor se. Ani vtedy.
hogyha együtt volt a család. Keď bola celá rodina spolu. Ez meg kell jegyezni. A preto treba myslieť na to. Isten sokkal jobb szülő. Že Boh je oveľa lepší rodič. Mint a mi szüleink. Ako naši rodičia. Amikor a legjobb szüleink voltak is. Aj keď sme mali tých najlepších rodičov. Azoknál is sokkal jobb szülő az Isten. Aj od tých je oveľa lepší rodič. És ha rájössz arra. Ak zistíš to. Kérsz valamit a mennyei apukától. Že keď niečo prosíš od svojho nebeského otca. És bármit kérsz a Jézus nevében. A čokoľvek budeš prosiť mene Ježiša. Megadja. Tak on ti dá. Hogy te örömöd teljes legyen. Aby tvoja radosť bola úplná. Hát akkor nem fogod abba hagyni az imádkozást. Tak v tom momente už neprestaneš sa modliť. Ráébredsz arra. Lebo zistíš to. Hogy Isten valóságos. Že Boh je skutočný. Tényleg megadja, amit kérsz tőle. Naozaj ti dáva to, čo, o čo ho prosíš. És tudod alakítani a dolgokat. A vieš riešiť veci. Történelmet lehet befolyásolni. Dá sa takto história ovplyvniť. Családok sorsát lehet befolyásolni. A osudy rodín. Embereknek a sorsát lehet befolyásolni. A ľudí a ich osudy v tým vieš. Imádkozás által. Skrze modlitbu ovplyvňovať. Meg kell tanulnunk azt. Musíme sa naučiť to. Hogy nem csak a cselekedeteinkkel tudunk elérni dolgokat. Že nie len s našimi skutkami vieme dosiahnuť určité veci. Hanem az imáinkkal. Ale skrze naše modlitby tiež. Ha megnézzük, a földön is vannak sok olyan dolog. A keď sa pozrieme, aj na zemi je mnoho takých vecí. Nem látunk a szemünkkel. Ktoré nevidíme vlastnými očami. Mégis nagyon is befolyásolja az embereket. A predsa veľmi ovplyvňujú život človeka. Ilyen a COVID-19. Napríklad COVID-19. Nem látjuk a szemünkkel. Nevieš ho vidieť očami. Mégis az egész világot a feje tetején. A predsa otočilo celý svet na ruby. Ugyanígy az imádkozást. A rovnako aj modlitba. Nem látjuk a szemünkkel. Nevidíme očami. De nagyon nagy befolyást tud gyakorolni az ember. Ale môže mať obrovský vplyv na osudy ľudí. Csak alkalmaznunk kell. Len to musíme začať používať. Ima által. Skrze modlitbu. Mindent el lehet érni. Sa dá dosiahnuť čokoľvek. De ima nélkül. Ale bez modlitby. Semmit sem. Nič. Olyan ez, mint egy fa. Je to ako strom. Amikor ránézel egy fára. Keď sa pozrieš na jeden strom. Látod az törzsét. Tak vidíš kmeň. Az ágait. Vidíš konáre. A leveleit. Listy. A gyümölcseit. A ovocie. De valamit nem látsz. Ale niečo nevidíš. A gyökereit. Korene. Nekünk az imádkozás. Pre nás modlitba. Azok a gyökereink. Sú naše korene. Ez nem látszik egy keresztényből. To nevidno na človeku, keď je kresťan. Mint az ima kamrájában tölt. To, čo robí, a keď sa modlí vo svojej komórke. Istennel beszélgetve. Keď sa rozpráva s Bohom. A nyelveken szólva. Keď sa modlí v jazykoch. A szellemi harcolva. Alebo bojuje. Duchovný boj. Vagy másokért térdre borulva, könyörögve. Alebo modlí sa za iných. Ezt Isten látja. Toto Boh vidí. Vagy esetleg a házastárs. Ale možno ešte manželský partner. Itt megjegyezném. Tu by som spomenul. Legnagyobb erő. Najväčšia sila. Házastársak imáiban van. Je v modlitbe a partnera, partnerky v tom, a teda v manželovi, manželke. A házastársak egy akarattal imádkoznak. Keď sa modlí manželský pár. Minden lehetséges. Tak vtedy je všetko možné. Nem szabad elhanyagolni. Ale to nesmiete zanedbávať. Tehát jó dolog imádkozni. Čiže je dobrá vec modliť sa. És megtapasztalod, hogy több leszel. A budeš cítiť, že bude ťa viac, ako keby. Áldottabb leszel. Budeš požehnanejší. Sikeresebb leszel. Budeš úspešnejší. Akkor örömmel csinálod. Tak to budeš robiť s radosťou. De az emberi természet. Ale ľudská prirodzenosť. A régi énünk. Naše staré ja. Az nem az imád szereti. To nemá rado. Modlitbu, szórakozást. Ale zábavu. Kényelmet. A pohodlnosť. Az izgalmas dolgokat. Zaujímavé veci. És a figyelmünket ezer minden eltereli. A našu mysel tisíc vecí vie zaujať. A mai embernek. A dnešnému človeku. Az is nehezebb imádkozni. A preto je oveľa ťažšie sa modliť. Annyi információ ér bennünket. Pretože toľko informácií nás stále bombarduje. Televízióból. Telky. Újságokból. Z novín. Internetről. Z internetu. Különféle portálokról. Z iných rôznych portálov. A figyelmünkért mindenki harcol. Všetci bojujú o našu pozornosť. Keves időt töltenek az emberek magukba. A málo času ľudia strávia sami so sebou. Vagy a természetbe leülve. Ako napríklad sadnúci v prírode. Hallgatva madarakat. Počúvajúc vtáky, ako spievajú. Nézve szép ágakat, fákat. A pozerajúc na prírodu, na stromy. És azon gondolkodni, a teremtő mit akarhat. A rozmýšľať, rozímať nad tým, že čo chce stvoriteľ. Nagyon feszes az emberek életritmusa. Lebo je tak napnutý životný rytmus ľudí. És sokszor kevés időt szorítunk az Istenre. A mnohokrát málo času oddelujeme pre Boha. Gondolkozásra.
Na rozmýšľanie. Elmélkedésre. Na rozímanie. Biblián való gondolkodásra. Na rozmýšľaním to, čo je napísané v Biblii. Imádkozásra. Na modlenie. De rájövünk arra. Ale keď zistíme to, hogy ezek milyen gyümölcsei vannak, že aké majú tieto veci ovocie, akkor már beosztjuk az időnket. Tak už si budeme vedieť naplánovať čas. Korábban kelünk egy kicsit. Skorej možno vstaneme. Később fekszünk egy kicsit. Alebo možno neskôr pôjdeme spať. Nem azért, mert sokáig tévézünk. A nie preto, lebo dlho pozeráme do telky. Nem, mert este is imádkozunk. Ale preto, lebo aj večer sa modlíme. Napközben is lehet imádkozni. Aj cez deň sa dá modliť. Ha megtapasztaljuk, hogy milyen áldásai vannak. A keď zistíme, že aké má toto pomazanie, akkor örömmel tesszük. Tak to budeme robiť s radosťou. De van olyan, ale sú aj také, amikor Jézus is vért izzadt imádkozás. Keď aj Ježiš a potil krv pri tom, jak sa modlil. De akkor se hagyta abba az imádkozás. Ale ani vtedy to neprestal. És ennek lettünk mi a gyümölcsei. A vďaka tomu sme my jeho ovocím. És ebből az a tanúság, a to je ponaučenie, nem csak akkor kell imádkozni, že nie len vtedy sa treba modliť, jól érezzük magunkat, keď sa máme dobre, akkor is, ale aj vtedy, ha rosszul, keď zle. Mert később emiatt majd, lebo neskôr potom, jól fogjuk érezni magunkat. A vďaka tomu budeme znova cítiť dobre. Is. A iní. Vieme, že neexistuje iba jeden druh modlitby, ale modlitba je rôznorodá a to, čo funguje jednému človeku, nemusí fungovať druhému človeku, lebo modlitba má byť vedená Svätým Duchom. Je nejaká konkrétna vec, ktorú robíš každý deň? Je nejaká forma modlitby, ktorú robíš každý deň, lebo vieš, že ťa Duch Svätý tak vedie? Hát minden nap szoktam az igéből megvallani a zsoltárokat. A každý deň zvyknem z písma a modliť sa žalmi. Tehát azzal indítok, hogy a nyelvemet ráállítom a mennyei szférára. Čiže začínam každý deň tým, že svoj jazyk nastavím na nebeskú sféru. Saját magamnak is szállítottam olyan igé csomagokat. A sám sebe som si napísal také balíčky, ami személyre szabott. Ktoré sú na moju osobu šité. Időnként változhat is. Občas sa to samozrejme môže meniť. Amikor a gyógyulás van előtérbe. Keď je uzdravenie dôležité, igéket, tak s tým spojené verše čítam. Amikor anyagi áldás. Čo sa týka finančného požehnania, tak s tým spojené veci. Amikor a családnak vannak problémája. Ak má rodina problémy, tak s tým spojené veci. Tehát fontos, hogy az ember úgy, mint amikor az étkezik is, nem mindig ugyanazt teszed minden nap. Čiže rovnako ako človek, keď je, tak nie je každý deň to isté veci. Amit minden nap eszel. Ale sú také veci, ktoré ješ každý deň. Kenyeret általában minden nap. Napríklad obyčajný chlieb ješ vždy. Tejet is iszol nagyjából minden nap. Možno aj mlieko piješ každý deň. Valamilyen húst is eszel. Možno aj nejaké mesko si dávaš. Különféle módon. Možno na rôzne spôsoby. Zöldséget is eszel. Možno aj zeleninu. Tehát ugyanúgy az imádkozásba is. Čiže takisto aj, čo sa modlitby týka. Változatosan kell csinálni. Musíš to robiť, musíš obmieniať tie veci. És a Szentlélek által való imádkozást, az is nagyon fontos csinálni. A je veľmi dôležité modliť sa aj skrze Ducha Svätého. Tehát vannak olyanok, amiket minden nap fontos. Čiže sú také veci, ktoré každý deň je dôležité. És vannak, amiket meg időnként. A sú aj také veci, ktoré len občas. Azt is, hogy milyen a helyzet. V závislosti od toho, aká je situácia. Több támadás van. Možno je viacej útokov, tak treba viacej duchovného boja robiť. Musíš zavezovať tie veci. Amikor támadás alatt van, vagy anyagi élet. Napríklad, keď je život, finančný život človeka pod útokom. Azzal kapcsolatban kell többet imádkozni. Tak v spojení s tým sa treba viacej modliť. Tehát nem ilyen schematikusan, hogy mindig egy ugyanazt a verset elmondod Istennek. Čiže nie tak schematicky, že stále tú istú básničku robíš a hovoríš stále dookola Otče náš. Akkor meghoz az eredmény. A to prinesie výsledok. Tehát nem ilyen ritusokba kell Istennel komunikálni. Čiže nie v takých rituáloch treba s Bohom komunikovať. Nem személyesen. Ale osobne. De van, amikor nem Istennel kell beszélgetni. Ale niekedy nie s Bohom sa treba rozprávať, ale treba rozkazovať diablovi, aby odišiel z cesty. Lebo aj na toto sme dostali moc. Ale v drvivej väčšine času samozrejme k Bohu sa modlíme. Ale Boh nám dal silu nad všetkými nemocami, nad nesilou, nad zlými duchmi. A Ježiš aj od nás očakáva, že čo vieme my vyriešiť, tak aby sme neočakávali od Neho. Dá sa povedať, že modlitba, sú také dva, alebo je viac prúdov modlitby. Jeden prúd hovorí, že modlitba musí byť prevádzaná duchovným bojom. Treba každý deň bojovať, každý deň zaväzovať, každý deň prikazovať, zaväzovať, rozväzovať.
Iní zase tvrdia, že stačí, keď sa človek pomodlí zasľúbenia, povie nejaké prehlásenia, povie plány, ktoré očakáva so svojím životom. Ako sa v tom správne zorientovať? Hát, hogyha elég a csak közben járás, tak ak stačí prímluvná modlitba, akkor nem kell szellemi harcol. Tak netreba duchovný boj. De ha már több hónapja közben jársz valamiért, ale ak už mnoho mesiacov sa modlíš za niekoho, és még sincs áttörés, a predsa nevidíš prielom, akkor kell venni Szent Szellemtől kijelentést, tak treba získať od Ducha Svätého zjavenie, milyen akadályok vannak az útba. Že aké sú tie veci, ktoré stoja v ceste. Akkor azokat félre kell ugrasztani az útba. A tie treba vyhnať z cesty. Kell harcolni is. Treba vtedy aj bojovať. Ďakujeme, toto bola téma modlitba. My sa stretneme zase s Jozefom pri ďalšej téme, o ktorej sa budeme rozprávať. O téme modlitba by sa dalo podať veľmi veľa, ale pre tento čas náš čas vypršal. Ďakujeme za tvoj čas. Uvidíme sa na budúce. Ište nájdem gazdago. Nech vás Boh mocne požehná.